Na, elosztó srácok, majd Murloc decket fogunk megnézni. Elvileg, ha kijön a kombók, akkor nagyon gyors, ha nem jön ki, akkor annyira nem gyors. Nagyon OP kombó van benne, ugye az anything can happen, hogyha lám van 7 Murlocunk, akkor nullába kerül. Attól függően, hogy mennyi Murloc lent, attól függően kerül egyel kevesebbe. Utána van még egy Bloodlustunk, a Murloc Assassination-ből lett tulajdonképpen hát így átalakítva. Tulajdonképpen az a decknek a lényege. Játsszuk hetet, hogyha lehet, és utána meg utána rányomjuk ezt a két kombót, és gyilkoljuk az ellenfelünket. Most tulajdonképpen nagyon jól szuperál ez a deck. Van benne AOE, ez a Lightning Storm, és nagyon sok kártó, a Mana Titan, ből kettő, a Finja is valamilyen szinten drónak minősül az én szememben. Én a Merisco Battle Cry-ok, hogy ne játsszuk ki helyette Finjat, de Finjat csak akkor érdemes kijátszani, hogyha már kijátszottuk a két hármast, ami ad nekik két életet, tehát ettől lesznek erősek, és ettől nem lehet leszedni a boardról őket, és van, volt még benne egy szír, amit most én itt nem látom, de tapasztaltam, hogy ez már nem is kell, tehát hogyha van benne Lightning Storm, akkor nem is kell, de kiveszem a Lightning Stormot, és berakom helyet a Murlocot. Akkor valahogy kikerült ide. Na, nézzük akkor. Nézzük. Mit tud ez a deck? Nem nagyon volt ilyen deck, ami így nagyon megszorongatta volna. Morga versus Malfurion! Érem druida. Ezért kurva jó ez a deck, nem? Látjátok, egy ilyen gyengének tűnő kéz is egész jól szüderel a legtöbb esetben. Van tőle. Who's up for an adventure? Folytja. Hát innentől kezdve nagyon jók vagyunk. Innentől kezdve nagyon jók vagyunk. És most tudunk húzni, azt mondja, hogy kettőt, addig még ki nem jön a... My greetings. A plusz három, vagy plusz kettő hátos az én. Ez mondjuk annyira nem szinergizál ez az úza baklinkba, viszont hogyha nagyon agro ellen játszunk, akkor kell valami felfogja így az agrót, vagy... Na megkapjuk, megkapjuk. Ha nem, akkor húzunk. Akkor... Ezen a földön. Mondjuk egy Remdruidánál a megmilledés taktikája nem jól fog működni szerintem. Majd meglátjuk. Hand is too full. But of course. My hand is too full. Az a baj, hogy a survive-ra nagyon érzékeny.
sure you hear its call. Nem fértek rá a bordon. Ja, de pont elfértek, ami azt jelenti, hogy most akkor már rá, vagy megpróbálok. Igazából az eredmény nem, de változik, szóval, hogy figyeljetek, hogy bele így. Jaj, elszámoltam magam. Látjátok? Számolgatjátok, mindig számolgatjátok. Itt van a fasz a kis Bloodlust a kezünkbe. A más nem. Záróképet a deckkel. Nagyon fun, nagyon öröm vele játszani. Nagyon... Tehát minden nagyon, igazából. És Murloc Tidehunter-t, a Pilefin Tidehunter-re így be lehet rakni a helyére, hogy kettő legyen, mert nagy több Murlocok legyen, de ez annyira nem szokott fizikális lenni. Nem szokott annyira, mert azt úgyis leszedik azt az 1/1-et akármivel. Mert hát ugye, hogy tudják az arcunkat ütögetni, azért rendesen. De bele se rakják ők az alapdeckben is, benne a Coldlight, meg hát a Manatype-ból is abból sem nagyon szoktak bele rakni, azt hiszem. Tulajdonképpen ez egy nagyon jó deck, majdnem a Murloc Assassination-nek az egészen. Na jó van. Akkor így ennyi lett volna a deck, mindjárt köszönjük a figyelmet, és lesz egy Druid deck hamarosan, ha érdekel, maradjatok.